És nézem, ahogy a vadszél elsodorja őket. Gondolataim messze-messze szállnak. Vajon mi leszek, ha majd én is elszakadok a nekem valaha életet adó fától, mint ezek a hulló levelek? Ha majd nagy leszek, vajon mit fogok én tenni? Ó, úgy szeretném majd a világot napfénybe fürdetni, és minden ember boldoggá tenni. Egyszer csak a sétány melletti padon egy kis gyermeket vettem észre. Egy fiúcskát. Rongyos ruhája alig takarta testét, a hidegtől összekucorodva, mint egy nagy kérdőjel. Kezében egy darab kenyeret szorongatott. Csak egy kis gubancos kutyus bámulta őt hűséges barna szemeivel. Néztem hosszan, és belém hasított egy fájó valóság. Ennek a gyereknek senkije sincs, senkinek nem kell. Apja letagadta, anyja elhagyta. Oda mentem hozzá. Lehajoltam, piszkos, könnyeztette arcát, tenyerembe vettem, és magamhoz emeltem. Hideg volt az arca. Nagyon hideg. Ó, Istenem, mennyire szeretném magamhoz ölelni, egy tiszta házba vinni, ágyat vetni neki, asztalt teríteni, és szeretni. Tiszta szívből szeretni. Meg tudnám én ezt majd tenni? Lépteim tovább visznek, és megyek. Csak megyek tovább. Miért ülött a járda szélén az az idős bácsi? Miért olyan mozdulatlan a tekintete? Elbetett kalapjába miért csörren olykor-olykor egy-egy odadobott apró pénz? Jaj! Hiszen ez vak. Itt koldul. Sietős emberek felesleges aprójából próbálja megérni a holnapot. Nem tudom megállni. Oda megyek hozzá, papírpénzt teszek a kalapjába, és érzem a vonzást, hogy megérintsem a kezét. Ő rám néz, nem látom szemeivel, de én tudom, hogy ő lát engem, hogy érzi, én szeretem őt. Ő Istent talán látja, de a napsugarát nem. Mennyire szeretnék fénydűlteni szemében? Meg tudnám vajon én ezt tenni? Nagy zord árnyékot vet a földre egy sok emeletes kórház épülete. Sivító szirénákkal egy mentő robog el mellettem. Emberek mennek s jönnek, ki bekötött arccal, kisántítva. Mindenki siet. Mindenkinek dolga van. Csak egy ember áll, kezét tördeli, arcán az aggodalom sötét színe játszik. Egy anyuka. Nagy beteg kisfiát bízta a benn szorgoskodó orvosok oltalmába. Mozdulatlan tekintete üresen kalandozik a zárt ablakok felé. Egy arcizmos ereszdül. De én érzem, hogy ez az anya belül keservesen zokog. Oda mennék hozzá, átkarolnám reszkető vállait, reményt öntenék a szívébe, meggyógyult kisfiát helyezném kezébe. Meg tudnám én ezt majd tenni? És újra megyek tovább. Megyek, csak megyek.
Csend van körülöttem. Nagy, nagy csend. Egy temető mellett visz az utam. Vaskapuja nyitva, a szél időnként meg-meglóbálja, s a kapu nyikorogva válaszol. Egy idős ember áll ott, tétován, körülötte semmi sem érdekli. Családját búcsúztatta, senkie sincs már. Hova menjen? Hol van már a háza? Van-e még valaki, aki őt hazavárja? Hogy szeretnék oda menni, vállamat támasznak nyújtani, apró lépteivel hazavinni, panaszszavát meghallgatni és szeretni. Tiszta szívből szeretni. Meg tudnám én ezt majd tenni? És újra megyek tovább. Megint csak megyek tovább. Egy korhat fa tövében egy fiú ül. Háta a törzsnek támaszkodik, feje elnyetten hajol a mellére, erőtlen karjait a föld húzta le a levelek bozontos szőnyegére. Szétnyitott tenyerében egy injekciós tű, karján egy nagy folt ordít a világra. Értelmetlen tekintete nem keresi az enyémet. Ajkai nem válaszolnak a hangomra. Ő már egy senki. Pedig milyen fiatal. Kivenném kezéből a mérgező drogot, tiszta szemet lehelnék érzéketlen arcára, színes virágot tennék összeszurkált karjába, és magamhoz ölelném. Meg tudnám én ezt majd tenni? Eljön majd az idő, mikor már felnőtt leszek. Akkor majd talán álmaim valóra válnak. Akkor majd az emberek engem keresnek, és megtalálnak. Mert én leszek az, aki az elesetet felemelem, aki az álvának családot adok, és a szomorúságba napfényt hozok. Szavamra a lelkekben a vihar el fog csitulni. A hitetlennek hitet fogadni, az ellenségeket barátokká fogom tenni, és a fegyverek örökre el fognak némulni. Nem lesz bú és gond, nem lesz senki hontalan. És ha majd, ha valaki az utcán rám mosolyog, akkor leszek igazán boldog. Igen, most már tudom, meg fogom én ezt majd tenni, mert hiszek benne.